Itt vagyunk megint az advent, a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó szokásoknál. Hát ez is hasonlóan a betlehenessel, amiről az előbb beszéltünk, mindig ott szokott égni a polgármesteri hivatal előterében ez a békeláng, ami valóban Betlehemből származik. 1986-ban teremtették meg Linzben ezt a hagyományt, akkor hozták el először repülőgéppel a Betlehemből Linzbe, Ausztriába. Egy mozgássérült fiút küldtek elérte, és a betlehemi születéstemplomának öröklángjából hozott egy gyertyát, egy égő gyertyát, amit aztán egész Európában nagyon sok felé elvittek, és ez jutott el a mi városházánkra is, úgyhogy mindenki, aki szeretne ehhez hozzájutni, ez jelképezi, ugye ez a láng a békét, a szeretetet, amire most olyan nagy szükségünk van. Ez a háborús helyzet a szomszédságunkban is, meg a Közel-Keleten is megnehezítette egyébként most a lángnak a eljuttatását hozzánk, de szerencsére megérkezett, de talán még a szokásosnál is nagyobb jelentőséggel bír. Én mindig szoktam vinni haza, és valóban olyan jelkép, és a gyerekek számára is egy olyan lehetőség, hogy a béke jelentőségéről beszélgessünk velük, hogy ez mire való, hogy érdemes, tegyék meg szívesen, látunk mindenkit a városházán.